Az infónak a neten? Az infónak? Igen. A napraforgónak. Vagy ültethetünk lent, vagy biozabot, vagy... Learathatnánk az első búzát. Nem kell kapkodni. Semmi értelme. Rajta, hölgyeim és uraim! Ebben a kis lóban valódi Walter vér folyik! Szívósúság! 130-at hallok? Igen, 130, 130! Ki ad érte többet? Jól hallom, hogy 140? Igen, pontosan 140 dollár. Annyira vonzó vagyok, mint szőrös mellen az aranylánc. A kisbaba miatt. Minden nő azt hiszi, hogy járunk, és szemétnek tartanak, amiért letagadom. Senki többet harmadszor? És mit tegyek? Besegíthetnél. Meg is hogy? Fogjam a noteszedet és hívjam fel őket. 170-et mondott Gino. 180-at hallok itt elől. Ki ad többet 180-nál? Először. Másodszor. Eladva Claire McBroadnak a Droversről. Látod? Ezt nevezem én üzletnek. Te megőrültél? Mit tehettem volna? Különben hotdogként végzi. Szia! Gondolom, nincs időd ebédelni. Meg akarsz hívni? Miért ne lehetnénk barátok? Tényleg. Nos, ebéd, meghívlak. Nagyszerű ötlet, de most nem érek rá. Azt hittem, vidéken nyugalmasabb, de őrült módon dolgoztok. A városban több időt tölthettem Nickkel. Hisz együtt laktok. Igen, de csak a birtokról tud beszélni. És az időjárásról. Ja. Megpróbálhatnál témát váltani, vagy tanulgass a búzáról. Szinte nem is beszélgetünk. Csak dolgozunk, eszünk és szexelünk. Borzalmas lehet. Olyan jó lenne, ha néha le tudnánk ülni beszélgetni. De nem akarom kibeszélni. Még azokat a lányokat szereti, akik tudják, mit akarnak. Akik mindig nyíltak. Vagyis közöljen vele, hogy mi bánt. Az alkalmas időpontban. Kösz a tanácsot. Mások szerelmi életében szakértő vagyok. Gyerünk! Óvatosan vásárolni. Ezzel jöttünk, nem igaz? Két összfért vettél, és egy adag kutya eledelt. Ez nem igaz. Majd helyes táplálékkal feljavítom. Még meglephet minket. Igen? És mit tervezel? Futtatni akarod a bemutatón? Nem hagyom, hogy kutya eledel legyen. Mi ütött beléd, ha? Nem mentheted meg mindet. De egyet megmenthettem. Két fuvar, három ló. Rajta, Schindler, csűdj a kocsiba. Hé, találtam egy lovat. A legjobb. Tényleg? Ma már elég lovat vettünk. De ez egy telivér, igazi szépség. Igen, sajnos akkor sincs rá pénzünk. Átvinnéd ezt a Droversre? Elviszem Claire-t. Én is tudok vezetni. Szállj be a kocsiba, Claire. Most mit tegyünk? Mennyi pénzed van? Nem sok. Miért? Talán jó a hitelkártya. Ezer dollárt ajánlanak ezért a telivérménért. Ki a többet ezernél? 1200, köszönöm. 1300. Jake! 1300 dolláros ajánlatunk van. 1500 dollár, igen uram! 1600! Jake. 1600 dollár! Ennek az eszer, nincs ennyi pénze! Megszerzem! Honnan? 1700! 1800! 1800 dollár! 1900! 2000! 2000 eladva! 2200! Hé, hallja! Már vége! Még alkuttam! Legközelebb igyekezzen! Sajnálom. Nem tehetsz róla. Ezt már lejátszották. Szólj a rendőrségnek! Nincs bizonyíték. Szerezzünk! Parancsoljon. A többit felhívja, ahogy megbeszél. Hé! Hey! Ez színjáték volt, feljelentem magukat. És mit jelentene? Tűnjön el innen. Én kínáltam többet, kérem a lovat. Nem volt elég gyors. Sajnálom. Még találkozunk a rendőrségen, ott elrendezzük. Itt is elintézhetjük. Rajta! Azonnal hagyják abba. Érvényes alkú volt. Végeztünk.
Mindjárt itt leszek. Nem megy be. Na gyere szépen. Gyere, kavalakő. Gyere, kicsi. Szóltam, hogy felismerte a lovat. Ez nem egy észkombány. Ne aggódjon. Én erről semmit sem tudok. És ha bárki kérdezi, nem ismerjük egymást. Ahogy gondolja. Mennyit adnak lótolvajlásért? Megmentjük őt, nem ellopjuk. Remélem igazad van. Terry, tudod, már meg is tartottuk a nászutunkat. Igen, nagyszerű volt a rengeteg. De meg sem beszéltük, hogy mi lesz most, ezután. Megváltozott valami? Igen, természetesen. Mi lenne, ha beköltöznél? Végleg? Aha. Ez nagy lépés lenne. De tudjuk, hogy mi jön a nászút után. Trágyázni fogom a céklát. Én még jeget rágok. Szerinted benne? Úgy gondolom. De időbe tellük, hogy összeszedjem a holmimat. Legalább lesz időm helyet csinálni a szekrényben. Biztos. Igen, te. Biztos. Ne, szétnyomod a nyakláncomat. Hogy csak rajta, nehogy meglógjon. Nem lenne jó, ha észrevennék. Reménykedjünk, ha Claire meg tudja, tuti, hogy kirúg. Nem tarthatjuk kilörniben. De milyen holnap biztos ideér. Ha idejön. Eljön. Megígérte nekem, hogy megtesz mindent. Ugye hiszel nekem? Hiszek abban, hogy ezt hiszed. Amikor Brettet kerestem, velem voltál. Lógtam neked egy kis lólopással. Hidd el, igazam van. Vissza kell mennem. Hozok neki zabot. Nem éheztethetünk egy telivért. Köszönöm. Köszöntjük a McLeod Ryan lerobbant állatok menhelyen. Ez a ló egyáltalán nem lerobbant. De mi lerobbanunk az árától. Szerintem jó kis üzlet volt. $800 adtál egy virsliért. Miért nevezed őt virslinek? Ugyan, jutányos vétel volt. Ennyit a gyors profitról. Tekintsd hosszú távú befektetésnek. Csak hogy nekem rövid távúban kitelem van, míg ő a füvünket zabálja és dagad. Ez az én füvem, és ő nem dagad, hanem gyereket vár. És ez olyan nagy kaland egy lónak? Ez minden nő számára az. Hidd el, kisasszony, csak a férfiakkal gonosz. Szia! A kerítés kidől. Tudom, hogy itt egy csordád, így arra... Jó tündért játszol? Hiszen ez a mi kerítésünk is. Nem erről beszéltem. Pletykáltál Szelinek. Egy kicsit beszélgettünk. Ó, akár a nők, akik tudják, hogy mit akarnak. Mi más beszéltél még rólam? Nék erről szó sincs. Említetted a sebeimet? Nem, de beszélt meg vele, keveset társalogtok. Ez a diagnózisod? Inkább kérdez erről Szelit. Ha barátok akartok lenni, remek. De ha jó tanácsokat akarsz osztogatni, engem hagyjatok ki. Rendben.